Így néz ki egy szívritmus szabályozó. A parányi szerkezet folyamatosan ellenőrzi a szív működését, és szükség esetén azonnal közbelép. Ha valakinek egy ilyen hirtelen szívhalál eseménye bekövetkezik, akkor ez a beültetett eszköz automatikusan érzékeli, és a szükséges terápiát, ami egy elektromos feszültség leadása, szinkronizál tudja a szívet, tehát gyakorlatilag újraindítja, és ezáltal a beteg életét megmenti. Magyarországon évente mintegy 6000 pacemaker beültetést végeznek el, ebből mintegy 2000-et itt a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. A beavatkozásokra fordított idő mostantól jelentősen csökkenhet, köszönhetően a klinika nemrégiben átadott világszínvonalú pacemaker műtőjének. A műtőasztal és a hozzátartozó úgynevezett C-ív függőlegesen és vízszintesen is mozgatható. Itt van a két elektróda. Az új rendszer pontosabb betegbeállítást tesz lehetővé, így a szívritmus szabályozó behelyezése is egyszerűbbé válik. Az új, nagyobb kapacitású pacemaker műtő kialakítását főként az egyre növekvő betegszám indokolta. Ezzel a lépéssel azonban nem ért véget a klinika fejlesztése. Hamarosan ugyanis megkezdik annak a hibrid műtőnek a kialakítását, amely lehetővé teszi majd, hogy egy helyen, egy berendezéssel valamennyi kardiovaszkuláris sebészeti és katéteres eljárást elvégezzenek a betegeken. A mostani beruházás több mint 140 millió forintba került. A sokak számára szimbolikussá vált hatalmas órát néhány hete a Szél Kálmán tér folyamatban lévő átalakítása miatt távolították el megszokott helyéről. Jelenleg a Kiscelli Múzeum raktárában várja, hogy ismét kiemelt helyre kerüljön. Szeretnénk egy nagy kiállítást rendezni, aminek a központi, hát kultikus darabja lesz az óra, de nem csak az óráról fog természetesen szólni, hanem egyáltalán a Moszkva térről, mint egy urbanisztikai egységről. Várhatóan októberben rendezik majd meg azt a kiállítást, ami Buda egyik legfontosabb közlekedési csomópontjának évtizedeit idézi majd fel a látogatók számára. Itt szeretnénk fölállítani az órát ebben a fantasztikus aurájú térben. Itt a Kiscelli Múzeum templom termében felállított óraköré a térről készült és az azzal kapcsolatos archív felvételeket fogják majd kivetíteni speciális fénytechnika segítségével. A 70-es években épült a metró kijáró pillangó épülete, amikor a tér átrendezése miatt az órát az oszlop tetejéről annak oldalára helyezték át. Ehhez az órát magát is átalakították, egyszerűsítették kissé, új számlapot és mechanikát kapott. Az új óra valamilyen módon biztosan emlékeztetni fog a régire, és közösségi funkciója is megmarad. Merre játszottak a Pál utcai fiúk szereplői, és milyen titkokat rejt a Svábhegy? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik részt vesznek az Idegenvezetői Világnap idei programjain. A rendezvényen a fővárosi idegenvezetők társadalmi munkában mutatják be Budapest azon nevezetességeit, amelyek gyakran még az itt élők előtt is ismeretlenek. Az Idegenvezetői Világnap mindenkinek szól, akit érdekel ez a szakma, a beutaztatóknak, a turizmus szakmába dolgozóknak és a városba lakóknak, mindazokat, akiket kicsit több érdekel, mint amennyit mondjuk egy telefonos idegenvezetésből lehet tudni. Több mint 60 buszos idegenvezetés lesz, több mint 20 Dunán lévő hajós idegenvezetés, villamosokon, bringóhinton. A budapesti idegenvezetők szinte már a kezdetekkor, vagyis csaknem 30 éve csatlakoztak a világnaphoz. A programok listája évről évre bővül, számtalan múzeum kapui nyílnak meg ilyenkor a látogatók előtt. Ezt a lehetőséget egyre többen használják ki. Tavaly már több mint 100 000 vettek részt a rendezvény sorozaton. Az események listája a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján olvasható.